Köszöntelek benneteket a Dréher Sörgyárak ZRT nevében, a Söripari Emléktárat fogom megmutatni. Itt vagyunk Kőbányán, az ismert kultikus szobor mellett, amely nemrég került elhelyezésre a Dréher Sörgyárak 165 éves születésnapjára. Egy sörös lovat láthatunk, sörös kocsit, amely egykor a kőbányai ismert sört szállította a főváros területére. A kis szobor egy hídon áll, amely a múltat és a jelent köti össze. És nagyon fontos itt Kőbánya területe, hiszen olyan mészkőből készült, amelyet itt bányáztak ekkor a középkortól. És itt ezen a helyen alakult ki a sörgyártás, tulajdonképpen a magyarországi sörgyártás legismertebb helyszíne, a kőbányai sörgyárak. Szintén érdekes még a háromszög, amely a mai cégünk egyik védjegye, amely a sör alapanyagait jelképezi, a vizet, az árpamalátát, illetve a komlót. Tartsatok velem, most megnézzük a sörmúzeumot. Különleges makettet mutatok be itt. Ez egy fából készült makett, amelyen a sörgyár épületei láthatóak. Különleges ez, hiszen fölülről láthatjuk a kőbányai sörgyárak épületeit, amit azért érdekes, mert 1979-ben itt ebben az épületben, az egykori hordófejtő épületében hozták létre a Söripari Emléktárat. Láthatjuk itt a sörgyár ma is működő épületkomplexumát, amely védett és 1900-as évek elején készült el. Ott látható hátul a ma is működő főzőházunk, mellette az erjesztő, és közvetlen mellette a tornyos épületben láthatjuk az Eiffel iroda által tervezett léhűtő padlást, amely egy építésztörténeti kuriózum. Egykor a sörgyár területe keramitlappal volt kirakva, és még a vasút is beérkezett, hiszen a sört vonattal is szállították külföldi exportra. Különleges itt még ez a kis lovas kocsi, hiszen tudjuk, hogy az ismert murakozi sörös lovak szállították a főváros és az ország területére az itt készült hordósört, és ezt mintázta meg Kolotkó Mihály itt az utcán, a Dréher Antal úton lévő szobrában. A Söripari Emléktárban a sör történetével is foglalkozunk. Évezredek óta isszuk a sört, valójában azt sem tudjuk, hogy mikor és ki volt először sört, de azt tudjuk, hogy itt Kőbányán a középkor óta bányázták ki azt a mészkövet, amelyet itt hátam mögött láthatunk, és tulajdonképpen erről is nevezték el az itt látható, itt a közelben megtalálható fehér utat, amikor ugye szállították ezeket a köveket, a mészkő por lehullott, és innen a fehér út elnevezés. Ezért is érkeztek ide a 19. században a dréherek, akik megtalálták azt a lehetőséget, hogy a korábban a középkor óta üres kőszikla pincékben lehet tulajdonképpen sört termelni, illetve létrehozni. A hőtőipar kialakulása előtt nagyon fontos volt az állandó hűvös hőmérséklet biztosítása. Itt állandó hőmérséklet van mind a mai napig, egy 8-10 fokos hőmérséklet van a kőszikla pincékben, és erre épült rá tulajdonképpen a sörgyártás. Itt hozták létre a zászokpincéket, amely a sör erjesztéséhez volt kiváló. Ez kezdetben fahordós, később aztán beton, majd acéltartályok voltak itt az 1960-as évekig használták ezeket, de itt hozták létre a maláta csíráztatást is, illetve a malátázást, amelyre ráépült a később a maláta gyár. A sörmúzeumban a különleges régi eszközöket, berendezéseket és gépeket is gyűjtjük. Az egyik különleges gépünk ez a Rapidféle gyors töltőgép, amelyet az 1910-es évektől a 60-as évekig használták itt a kőbányai sörgyárak területén. Főleg munkásnők használták ezt. Lényege az, hogy egyszerre 6 sörös üveget is meg lehet tölteni, könnyedén, gyorsan, majd aztán ugye lehet szállítani. Ez a szerkezet arról is híres, hogy már gondoltak akkoriban is a munkavédelemre, hiszen ezt le lehetett hajtani, ezt az eszközt, és ha véletlenül a palackozás során megrepett volna, vagy szétrobbant volna egy-egy sörös palack, amely egyébként már akkoriban is vastag falú volt, akkor megvédte a dolgozót.
Itt a mögöttem látható vitrínben a hazai palackozást mutatjuk be, illetve a sör tárolását, hiszen ma már, ha bemegyünk egy üzletbe, zömmel dobozos, illetve palackozott sörrel találkozhatunk. Az első palack sör is tulajdonképpen a Dreherek nevéhez köthető, és itt a Sörmúzeumban láthatunk különleges eredeti 1870-es években készült sörös palackokat, amely akkor újdonságnak számított. Korábban, illetve akár a két háború közötti időszakig zömmel a hordósör volt népszerű, illetve a hordóban szállították ki a vendéglátóhelyekre, illetve a kereskedelmi egységekbe a sört, és azt ott csapolták ki. Ez újdonság volt, hiszen itt Kőbányán volt egy likőrgyár, a Dittrich és Goslik, akinek a rokona volt tulajdonképpen Dreher Antal, és kipróbálták, hogy ha már likőrt lehet palackba tenni, akkor próbáljuk ki a palackozott sört is. Ezt elsősorban exportra, kivitelre hozták létre és termelték. Kezdetben nem jött be, de a századfordulóra tulajdonképpen nagyon elterjedt, és nagyon szép öntött feliratos palacsöröket vittek külföldre, és tulajdonképpen a századfordulóra a hazai közönség is nagyon megkedvelte a palackozott söröket. Kezdetben ezek a palackozott sörök még öntött üvegbe készültek, és öntött feliratokat helyeztek rá, ahogyan itt a vitrínben láthatjuk. Majd aztán, ahogy a nyomdaipar fejlődött, megjelentek az úgynevezett sörös címkék, illetve később a színes sörös címkék, így a címkék felváltották az öntött üvegeket. A palackozást követően ismét egy újabb találmány érkezett, ez már inkább a 20. század találmánya, a dobozos sör. Magyarországon az 1970-es években itt a kőbenyai sörgyár területén kísérletezték ki azt a sörös dobozt, amely tulajdonképpen 1979-ben jelent meg a kőbenyai sörgyárak, illetve a mai Dreher sörgyárak 125. évfordulójára. Később ez a sör több díja is nyert el a világban, úgy hívták ezt a sört, hogy jubileum sör. Ezzel együtt az első barátsághordó is megjelent, amelyet ma parti hordóként nevezünk. Ez egy 2 literes kiszerelésű dobozos sör, amelyet otthon bárki ki tudott csapolni magának. Az elmúlt 165 év során voltak nehézségek a gyár életében. Alapanyag hiány, az első világháború, valamint a gazdasági világválság arra ösztönözte a Dreher gyár vezetését, hogy új üzemágakat, új melléktermékeket hozzanak létre. Így született meg a Dreher likőrgyár, a Dreher kekszgyár, a Dreher tejüzem, illetve más vállalkozásokba is fogtak a elődeink. Különleges ez a Dreher Gin, amelyet a múzeum nemrégiben egy felajánlásból kapott meg. Ez egy bontatlan, eredeti alkoholos ital. Ha hátrébb menjünk, akkor meg tudok mutatni 3 olyan ládát, amelyet elküldtünk mintadarabként Indiába és afrikai országokba, hiszen a maláta gyártás nagyon fontos volt ekkoriban. Mindemellett különleges volt az akkoriban kialakuló édesipar is Magyarországon, így a csokoládégyártásba, keksz gyártásba kezdett a Dreher cég. Létezett itt Dreher bonbon, csokoládé, kakaó. Nektárféle gyógytápsör volt az egyik első alkoholmentes sörünk, amelyet időseknek, betegeknek és fiataloknak kínáltak, azért, mert tápláló volt, vitamindús és egészséges. Néhány különleges tárgyat is bemutatunk itt a múzeumban, egy-két érdekességet. Egy korabeli sörös hordót láthatunk itt, amelynek a belsejét is megtekintheti a látogató. Különleges azért, mert a sörös hordókat régen belülről szurkozták. Ez egy szürke, fehér szuroknak nevezett képződmény volt, amelyet itt a kádermesterek készítettek, éppen azért, hogy a szénsav ne illanjon el. Korabeli kocsmákban a hordóból csapolták ki a sört közvetlen, és az volt a pehes ember, akinek peh, azaz szurok darab került a sörébe.
A sörös poharak nagyon érdekesek, mert itt tulajdonképpen hosszú, kás, vékony falú sörös poharakat láthatunk címerrel és különféle magyar sör felirattal. Azért érdekes ez, mert a sörrel való kocintás megosztja a hazai társadalmat. Az 1880-as években a filoxéra járvány idején, akár itt Kőbányán is tulajdonképpen a hazai borgyártás, bortermelés megszűnő félben volt, és emiatt az osztrákokat, illetve a sörgyárosokat hibáztatták. A másik oka pedig az volt, hogy ha megnézzük, itt nem véletlen egy törött poharat mutatunk be, ezek nagyon vékonyak voltak ezek a poharak, és nem is illett korábban sörös pohárral kocintani. A vendéglátósok is tiltották a kocintást, hiszen összetörték a poharakat, és emiatt kárt okoztak a vendégek a vendéglátósoknak. A múzeum 2021. januárjában zárva tart, de amint a vészhelyzet elmúlik, megnyitunk. Számos különlegességet rejt még itt a múzeum. Szólunk a Dréher család történetéről, különleges eszközöket, anyagokat mutatunk be a sörgyártás, söripar, illetve a sörtechnológia történetéről, különleges műhelyek vannak felszerelve. Ezen kívül interaktív bemutatóra is van már lehetőség, hiszen a látogató az okos telefonjával a QR kódot leolvasva egyes tárgy történetét, illetve egyes tárgyak hátterét is megismerheti az új rendszerünkben, illetve a digitális térben, a Múzeum Digitál felületén is tájékozódhat a látogató. Emellett a múzeumban, a múzeum mellett számos egyéb program lehetőség is kínálkozik. A gyárlátogatást a múzeum látogatással egybekötve szoktuk megrendezni, amelyre lehet jelentkezni. Különlegesnek számít a sörvacsora. A söröket úgy válogatják össze, hogy az adott ételhez passzoljon, és különféle sör történeti érdekességeket is megismerhet a látogató.